olyan mérkőzést még nem játszott az első osztályban a Puskás Akadémia és az Újpest, amelyen ne esett volna legalább két gól, és nagyon reméljük, hogy ez a hagyomány ma sem szakad meg. Még egy hagyomány van, amit a hazaiak szeretnék, ha megszakadna, nevezetesen a Puskás Akadémia meg soha nem győzte el az Újpestet bajnoki mérkőzésen. Diány visszalövésre, eddig szép a csel, most jön a lövés, és nagyot kellett Pogacsicsnak védenie. Enis Bardi teremtett maga számára lövőhelyzetet. Hát a másik oldalra Azár. Gyönyörűen kezelte le, Mol segít neki. Mol a labda Azár sarkalását követően. Mol adja be szépen, Diány! Hú, de nagy helyzet volt! Pedig ez egy gyönyörű támadás volt, kezdve azzal, hogy Harris oldalt váltott, azzal, hogy Azár levette, tovább sarkalta, és Mol is egészen precízen adta be. Komoly párharc, nevető harmadik Balogé, Balog mehet az alapvonalig, Balog középre, hárman is csúsztak, és végül Balázs lábáról került ki a labda az alapvonalon túlra. Balog, Balog emeli be, Pogacsics akrobatikus mozdulattal, Balog benne érte. 44. perc, Azár. Szemben a védőfallal, Azár lő messziről mellé. De legalább ő is megpróbálta. Puskás szöglet, 49. perc. Márkvártól hátrafelé pattan a labda. Paujevics meglöpi, és majdnem meglette Balajcát. Balázs, Mol, Harris felé. És végül Diány a fejéről szedi le Pogacsit, sőt, már dobja is ki. Sallai lendületben, jó továbbítás, Lencse gólhelyzetben, Lencselő, Balajca! Diányra ketten is figyelnek, de hát ki figyel Harrisre, vagy Kálnoki kisre? Esetleg Litauszkira, aki lőtt. Nagy jóval előrébb dobta el a labdát, Tischler indít, Kálnokik is hibázik, Lencse. Lencse még, Litauszki mellett elmegy, Lencse, Balajca. Sallai jön nagy, meg is kapja a labdát Balog mellett, nagy helyzetben lő, óriási gól! Hű, de eltalálta! Vezet a Puskás Akadémia, Nagy Zsolt! Pogacsics. Ezer ballal erő volt benne, de középre ment. Balajca. Ellenfélhez üres a kapu, és mellé megy a labda. Zsótér. Andrics. Pintér találja, még előre jön a labda. Litauszki teszi le, ott a gólhelyzet, és kiegyenlít Diány. Kiegyenlít Diány, hihetetlen, és nincs is többre idő. Ha Zsótér beemeli az üres kapuba a labdát, ez nincs. Diány viszont kilép, és elspicceli az utolsó pillanatban.